Alaposan letesztelték hétvégén a Balkányi Sportcentrum vadonatúj borítással rendelkező futballpályáját a 13 év alatti labdarúgó palánták. A Balkányi Sportegyesület egy nemzetközi utánpótlás tornával avatta fel hivatalosan a város megújult sportöltözőjét és felújított labdarúgó pályáját. A tornán a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, a Párcium Labdarúgó Akadémia, a Kisvárdai Labdarúgó Akadémia, a Nyíregyháza Spartacus, a DVSC két csapata és a hazai Balkány U13-as utánpótlás gárdái mérték összetudásukat. Balkányban nagyon régóta várták már a sportolók és a szurkolók a sportközpont korszerűsítését. Erre a közelmúltban csaknem 120 millió forintot fordítottak a városban. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani. Elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat furattunk, le van csövezve a pálya, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karbantartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most evel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. A hazai környezetbe visszatérő sportegyesület felnőtt csapata tavaly bennmaradása ellenére sem vállalta a vármegyei első osztályt, az együttes a másodosztályban indult. Ezután nagyobb hangsúlyt kapott a hosszú távú fenntartható építkezés. Ennek érdekében megerősítették az utánpótlást, és több helyi fiatal játékost is visszacsábítottak. A sportegyesületünk jelenleg U7-es korosztály, U9-es korosztály, U11-es korosztály, U13-at indítunk megyei szinten, U14-et regionálisba, U19-es csapatunk lesz és a felnőtt. Mivel hogy a felnőtt csapatunk is az U19-el szerepel egy napon, egymás után, mind a két csapatunknak a célja a dobogó mindenképpen. Szeretnénk már hazai környezetben megőrvendeztetni a kedves szurkolóinkat. A pályaavató nemzetközi tornát végül a DVSC nyerte a Nyíregyháza Spartacus előtt, ami pedig a sportközpontot illeti, hamarosan további fejlesztések kezdődnek meg. A Sportegyesület sikeres pályázatának köszönhetően a pálya körül egy rekordtán futópályát, valamint két fedett lelátót is kialakítanak.